Bár a tapasztalatok alapján az Omikron variáns lényegesen fertőzőbb, mint az eddigi mutációk voltak, a tünetek és a betegség lefolyása sokkal enyhébb. Ennek ellenére egyes virológusok azt állítják, hogy az oltás helyett a teljes átfertőzöttség lesz az, ami kialakítja a nyájimmunitást. Mégis Európa szerte mindenhol az oltás felvételére próbálnak buzdítani. Olyannyira, hogy Nyugat-Európában már-már egészen pontosan a II. Világháború előtti időszakot próbálják megidézni, hiszen társadalmi csoportokat próbálnak kizárni és másodrendű állampolgárá degradálni. Ennek is talán az olaszok járnak és a franciák most a élén, hiszen Emmanuel Macron, francia miniszterelnök kifejtette, hogy pokollá teszi az oltatlanok életét, és megvon tőlük minden jogot, így nem látogathatják sem a közhivatalokat, nem vásárolhatnak az alapvető élelmiszereken kívül semmit, illetve pozíciókat sem tölthetnek be az oltatlan állampolgárok. Olaszországban most készülnek bevezetni az 50 év fölöttiek kötelező oltását, ami azt jelenti, hogy munkát már csak az vállalhat, aki a két oltást felvette, másokat nem engednek már dolgozni sem, és magyar példához hasonlóan fizetetlen szabadságra szeretnék küldeni. Görögországban január 16-ától bevezetik a 60 év felettiek kötelező oltását, ami úgy gondoljuk, hogy elfogadhatatlan, hiszen mindenki maga el tudja dönteni, hogy ezt az oltást fel szeretné venni, avagy sem. Mint látjuk, Nyugat-Európában főként, de Európa más részein is, most már a kényszerítés és a zsarolás csúcsára van járatva, és attól tartunk, hogy Magyarországra is át fogják venni ezeket az eszközöket, annál is inkább, mivel nyugati szomszédunk Ausztria február 1-től bejelentette, hogy szeretné bevezetni a kötelező jellegű oltást, és azt is kinyilvánította, hogy az oltáskártya nélkül sehova nem lehet majd belépnie az oltatlanoknak. Magyarországon a Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen politikai párt, mely elfogadhatatlannak tartja ezt a diszkriminációt, és kiállunk minden oltatlan mellett, hiszen nem lehet senkit az alapján megkülönböztetni, hogy ezt az oltást fel szeretné-e venni, avagy sem, hiszen az elmúlt időszak rávilágított arra, hogy maga az oltás sem jelent védelmet a vírussal szemben, ugyanis az oltottak is ugyanúgy elkapják, és ugyanúgy terjesztik ezt a betegséget. Éppen ezért, amíg Nyugat-Európában ez a trend talán felüti a fejét, mi ezt megelőzően nem szeretnénk, hogyha nálunk bármilyen hasonló intézkedés az be lenne vezetve. Éppen ezért január 16-án a párt egy újabb tüntetést tart a fővárosba, melyre invitálunk minél több honfitársunkat. Ha nem szeretnék, hogy a Covid diktatúra nálunk is kiteljesedjen, akkor legyünk ott minél többen, hallassuk minél többen a hangukat, hiszen láthatjuk, hogy a szalámizás az a módszer, amivel a társadalom egyes csoportjait megpróbálják szépen lassan, módszeresen rákényszeríteni az oltásra, az működik. De minél többen vagyunk, minél többen próbáljuk a hangunkat hallatni, mi úgy gondoljuk, hogy ez annál nagyobb esélyt jelent számunkra, hiszen mi nem egy olyan világban szeretnénk élni, mi nem egy olyan országban szeretnénk élni, ahol az alapján lesznek megkülönböztetve az emberek, hogy kinek van és kinek nincs oltása. Éppen ezért a Mi Hazánk Mozgalom nem csak a fővárosban, hanem vidéken is több tüntetést tartott, és ezt fogjuk folytatni az idei évben is, mely tüntetésekre ezrek mozdultak meg, és ezrek érkeztek hozzánk, ugyanis az emberek nagy része láthatjuk, hogy nem kér a kötelező jellegű oltásból, hiszen a számadatok azt mutatják, hogy bár a két oltást Magyarország lakosságának a kétharmada felvette, a harmadik oltást már csupán az egyharmaduk vette fel. Ez jól mutatja, hogy a kettő közti különbözet csak a kényszerítés és a zsarolás hatására vette fel az oltást. A Mi Hazánk Mozgalom tavasszal, amikor a parlamentbe be fog jutni, minél meghatározóbb erőt fogott képviselni, hiszen a héten már 7%-ra mérték a pártunkat, és mi azon leszünk, hogy ezt az őrületet megállítsuk, és ne engedjük, hogy Magyarországon a saját döntése, a saját egészség miatt bárkit is hátrányosan megkülönböztethessenek. Én köszönöm szépen a sajtó figyelmét, az esetleges kérdésekre pedig szívesen válaszolok. Parancsoljon! Szóval ez a Pesti TV.
A szakértők között egy konszenzus van arról, hogy az oltottak azok sokkal enyhébb tünetekkel kerülnek esetleg az orvosok látóterébe, ráadásul nagyon komoly mellékhatásokat nem tapasztaltak, legalábbis Magyarországon semmiképpen sem az oltottak után a vakcinához kötődően. Mire alapozza akkor a Mi Hazánk mozgalom azt az álláspontját, hogy ez egy negatív dolog lenne? Főleg úgy, hogy rengeteg országban évtizedek óta vannak kötelező oltások, amik a adott esetben a beutazáshoz kötődnek, főleg az exotikus országokban. Újságírói szempontból ez egy tökéletes kérdés, ám gyorsan megválaszolnám. Ezeket a kötelező oltásokat ne hasonlítsuk össze a jelenlegi Covid oltásokkal, hiszen azok 10-15 éven keresztül kísérletezés útján bevált védőoltásokká váltak. Ez viszont egy boszorkány konyhában, septében összedobott védőoltás, melynek a hosszú távú, de még a rövid távú mellékhatásai nem ismertek. Mi arra alapozzuk a véleményünket, a médiában megjelentekre nem lehet természetesen, hiszen a cenzúra az borzasztó mértékben dolgozik, de pártunkat, mivel egyetlen politikai erőként foglalkozunk ezzel a témával és az oltatlanok képviseletével, temérdek ember tömegek keresik meg, és ők beszámolnak igenis arról, hogy nem jó szántukból vették fel az oltást, hanem rá lettek kényszerítve, a zsarolás hatására vették fel a vakcinákat, illetve rengeteg egészségkárosodásról is tudunk, sőt, sajnálatos, hogy sok halál esetről is. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a kötelező jelleg helyett kellő tájékoztatást kell adni az embereknek ezekről az oltásokról, és mindenkire rá kell bízni a szabad döntésjogát. Ezeket a negatív mellékhatásokról szóló beszámolókat tervezi a párt közzétenni, vagy esetleg ebbe egy tájékoztató kampányt indítani? Nagyon szívesen közzétesszük, de folyamatos ennek a közzététele, hiszen pártunk elnöke Torockai László, illetve többen az elnökségből és a pártból foglalkozunk ezzel a témával, és akár YouTube videókon is beszoktunk számolni erről az embereknek.